És szerintem, ha az ember megtért, akkor meg kell változnia az életének is. Akkor kell egy olyan az életének egy, hogy mondjam, bizonyos dolgokat, bizonyos ablakokat be kell csukni, és kész. Mit ezek? Hát én például nagyon szívesen káromkodtam, baromi rondán beszéltem. Én nagyon szeretek amúgy káromkodni. Én is nagyon szerettem rondán beszélni, de nem fér össze, mert nem fér össze. És ez nem azt jelenti, hogy szent fazék lesz, vagy hogy izé, nem mert látod, hogy, nem, ki néha. Nem lettem elmebeteg. Hogy hálás vagyok azért, amit kaptam, és hálás vagyok az életemért, és ez egy állandó állapot kell, hogy legyen. Hálás vagyok a tehetségemért, a családomért, az egész, tehát hogy és nem megyek bele értelmetlen hülye vitákba, hanem befogom a számot, megpróbálok önuralmat gyakorolni, nem hallgatok más se, megpróbálok másnak szitkozódását se hallgatni, mert annak semmiért, sehova se nem visz. Karácsony alkalmából egy három részes sorozatot készítünk, külön-külön Laci, Edinka és én szétszélettünk most egy picit karácsony alkalmából, és olyan vendégeket hívtunk magunkhoz, akiket a szeretet jegyében mi magunk szerettünk volna vendégül látni. Az én vendégem Malek Andrea. Szia, Andi! Sziasztok! És azért, mert szeretlek, ez a helyzet. Köszönöm! És az hozzátartozik a történethez, hogy mi 10 évvel ezelőtt együtt dolgoztunk, igen intenzív hónapokat töltöttünk együtt a Voice című tévéműsorban, ahol te voltál az egyik mester, és én voltam a kreatív producer, így neveztek, a tartalmi főnök. És ez idő alatt én úgy érzem, hogy ott mi úgy jóba lettünk. Én legalábbis nagyon megszerettelek téged, és így úgy összekapcsolódtunk. Még voltam Bécsben is nálatok, még akkor ott éltél. Így van, így van. Meglátogattalak utána. És aztán utána az elmúlt években meg úgy szétszélettünk, és hát nem nagyon találkoztunk, és nem beszélgettünk. És most, amikor ez fölmerült, hogy akkor kivel szeretnék én nagyon beszélgetni, hát én mondtam, hogy a Malek Andival. De téged kértelek karácsonyra. Jó tetted. Mert ugye vannak ezek az úgynevezett, mi úgy hívjuk, hogy tévés barátságok, amik akkor, amikor intenzíven együtt dolgozunk, akkor nagyon tudunk egymáshoz kapcsolódni, aztán jön egy időszak, amikor nem, és akkor valahogy elfelejtjük egymást, és nem találkozunk, de ennek ellenére bármikor, hogyha összefutunk, akkor ott tudjuk folytatni, ahol anno abba hagytuk. Igen. Ez a színházi világra és a zenész világra is jellemző? Pont ezt akartam mondani, hogy ez ott is így van pontosan. Az ember azt gondolja, hogy soha nem válunk az életű, hogy ez a mekkora dolog, és aztán utána pont ahogy az élet így elsodor egymástól, de ennek az az oka talán, hogy az ember nem tud unblock mindenkit szeretni, ez hazugság. Úgy azt tudom szeretni, illetve azzal kell foglalkozzak, aki itt van velem, és azt kell szeretni, és azt a szituációt kell megoldani. Azt, ami a tengeren túlom van, azt nem tudom megoldani. Sajnos. Majd hát megyek a tengeren túlra, akkor... Tehát, hogy így működik ez szerintem. És akkor te ezzel mikor kezdtél el szembesülni? Rögtön már a pályád elején? Hogy ezek a kapcsolatok így működnek? Igen. Nekem volt mindig jó barátnőm, akivel megosszam a dolgokat, tehát hogy nem volt ilyen hiányom, nem is úgy mentem bele az egész színházasdiba, meg hogy ilyen éhség volt bennem. Tehát engem konkrétan a munka érdekelt, és nagyon örültem, hogyha jó partnerekre találtam, de és találtam is sokat, és sok szeret, tehát hogy tényleg ilyen olyan ember maradt meg egy életen keresztül, aki ugyanígy, ahogy mondtad, hogy találkozunk. És akkor ott tudod folytatni, ahol abba hagytátok. Egyébként nekem mindig volt egy olyan érzésem veled kapcsolatban, remélem nem fogod félreérteni, biztos, hogy nem, hogy egy picit te mindig próbáltál civil maradni, amellett, hogy a szakmád viszont egyébként a közönség előtt zajlik. Igen. Pont tegnap jutott eszembe, mert valaki elmesélt egy történetet, arról egy ilyen momentumról, ami megváltoztatta az életét, hogy na, ilyet biztos, hogy nem akarok. Én is így voltam, hogy láttam nagyon sok, mint gyerek, láttam nagyon sok színésznőt, akik egyedül kellett, hogy meghalljanak, óriási nagy színésznők, akik egész életüket ezen az oltáron áldozták föl, és nem volt gyerekük, és nem maradt férjük, és stb. És akkor azt mondtam, hogy én nem. Én nekem az lesz az első, hogy gyerekeim lesznek, és én megmaradok a realitást alján, én meg akarok maradni, én nem szeretnék fölkelni valamikor, és ki tudja, ki viszi a gyerekemet hova, hanem akkor én. És ez nem ilyen hősiesség, hanem egyszerűen egy vágy,
hogy a realitás talaján maradjak, pontosan azért, mert a művészet az, az egy elvonatkoztatott dolog a hétköznapoktól, ez egy más dolog, és abban élni, az meg, egy becsapja az embert. Nem csapod be soha? Nem, csak mert például jegyzeteltem évszámokat, meg számokat, mert azok, abban vagyok én hülye, hogy a 89-es évet például, hogyha visszaemlékszel, akkor még nagyon fiatal, még fiatalabb voltál, hát, igen, mint igen. Most, akkor egy csomó minden történt, ami meghatározó a pályádat tekintve. Akkor volt az Evita, akkor volt az Elveszett Paradicsom a Nemzeti Színházban. De szerettem, igen. És a Szomszédokba is akkor kerültél bele, ami nyilván egy országos ismertséget is hozott, és egyébként pedig akkor végeztél az a színművészeti főiskolán is. Tehát ez egy ilyen jó kis mozgalmas év volt, és ilyen fiatalon ennyi lehetőség és ennyi minden azért elviheti az ember agyát valamerre, amerre nem szeretné. Jól mondod, mert el is vitte az enyémet is. Szerintem nincs ember, aki ezt valahogy túl tudja, hogy sérülés nélkül túl tudja élni, mert az a helyzet, hogy olyan, mintha látsz egy magas, mondjuk 20 emeletes házat, és jó, bemegyek, és akkor bemész alul, és egyszer csak ott állod magad a tetején, és akkor nem érted, hogy még nem is érzed, hogy most feljöttél, nincs is benne. Az főleg az hiányzik, hogy a befektetett munka hiányzik, hogy most mitől lettem ennyire híres tegnapról mára, és ez történik az összes tehetségkutatós sztárokkal is. És nem érezted elég befektetett munkának, mondjuk, hogy elvégezted a színművészetit? Hát összehasonlítva úgy, hogy azzal, hogyha mondjuk például lépésről lépésre, tényleg minden emeletet megjártam volna, hogy most ezt a szerepet eljátszottam itt így, és egy kis, egyre nagyobb, és akkor tényleg, hogy úgy meg tudtam volna érte küzdeni, hogy, hogy mondjuk összeestem volna, vagy nem tudom, hogy halálosan annyira, hogy úgy éreztem volna, hogy úgy akarom, és végre elértem. De nem. Hanem úgy jöttek. Hát nagyon, de aztán meg kellett annak felelni, hogy ezekben te megfeleljél. Tehát... Igen, csak én magam azt gondoltam, hogy de hát én nem is vagyok jó, most mit akarnak ezektől? Én főleg ezt gondoltam, de hosszú ideig, hogy úristen, cserhalmi. És mikor hitted el először, hogy jó vagy? Hát azt amúgy nem is nagyon szabad elhinni, de kint Ausztriában, amikor ott tényleg megküzdöttem egy csomó mindenért, amit így azt mondtam, hogy majd megtanulok németül, hogyha majd adnak egy szerepet, és azt mondják, hogy aber Frommalek, das geht nicht, zuerst müssen Sie Deutsch lernen und dann spielen. És akkor, hogy a kicsit akkor másképp visszatekertem magamból, és elkezdtem, tehát hogy azért úgy éreztem, hogy megküzdöttem, és ott a küzdelem miatt kezdtem magam megdicsérni, hogy na. Hogy akkor... Két gyerekem van, és csinálom, és akkor úgy éreztem már, hogy valamennyi értéket tudok képviselni azzal, amit csinálom. Egyébként itt Magyarországon származott abból bármi előnyöd annak idején, hogy a szüleid ismertek és híresek? Magában a szakmában? A szakmában. Nem nagyon vettem észre, inkább csak azt, hogy az anyuék nagyon tudnak dolgozni, és nagyon... És, nagyon elkötelezettek, engem is nagyon szerettek mindig, és amivel csak tudtak, támogattak. Tehát ez egy nagyon nagy előny azzal szemben, akit például a szülei pont nem támogatnak. És hát miután őket a szakma is nagyon szereti, mindig is szerette, így aztán sokan tárt karokkal fogadtak, hogy jaj, Andi, Istenem, és akkor hogy hasonlítasz erre, meg arra. Tehát, hogy ez volt inkább, hogy pironkodtam, és hogy hú, most remélem nem fog leégni, mert de arra nem volt időm, mert énekelni kell. Na, hát igen, de mondjuk igen, ez is egy jó aspektus, hogy pont a híres szülők miatt ez is lehet, hogy jaj, hát nem, őket nem égethetem le. Na, hát tehát inkább nem ez lehetek volt. Rossz, vagy béna, vagy valami, de nem hoztatok rájuk szégyent. És akkor a te gyerekkorod az úgy telt, hogy jöttek, mentek otthon az akkori művészek. Így van. És te ismertél minden Hofi Gézától. Én ismertem. Ki, mesélj már, kiket? A Huszti Pétert, Piros Ildikót, Ihász Gábort. Még talán a Szécsi Palit is láttam. Tényleg? Hát el voltam tőle, de hát akkor nagyon kicsi voltam, meg a Kóst, Istenem, sok Korda Gyuri bácsi, meg sokan. De arra én nem gondoltam, hogy énekelni fogok, én csak hallottam őket. Kovács Kati,
Tehát, hogy hallgattam őket a szomszéd szobából, meg hallgattam, hogy az apu hangszerel nekik. Tehát, hogy a szóban forgó mű az hogy születik meg. Meg amikor a dalokat írta. Az nekem mindig nagyon nagy élmény. És emlékszel nagy slágerekre, amiket... Ahol az elságult levél. Azt úgy hallottad, hogy a másik szobában megvan. Hát azért ez... Igen. Tehát, hogy más puttonyt kap az ember. Így van. Ami lehet nehéz is, de egyébként nyilván sok szempontból meg talán könnyít is, vagy nem? Vagy ez azért örökre benned marad, hogy meg kell felelni annak, amit otthonról hozol meg, amit... Na most már megszoktam, meg most már kibuliztam magam, vagy kiörjögtem magam, és, mert, de hagytak is azért eltávolodni, hogy mondjam, attól a kialakított koncepciótól, amit végül is így annak idején még közösen alakítottunk ki, hogy musical. Én akartam színházban dolgozni, mert ők azt mondták, hogy miért nem jó neked énekesnőnek lenni. Na igen, és miért nem volt az jó? Hát mert ezt uncsinak találtam én egyszerűen, bocsánat, de hogy egyszerűen csak így, hogy egyik dalt a másik után, és meg abba a rejlő lehetőséget is úgy éreztem, hogy én drámai erő meg minden, és van is bennem nagyon sok drámai erő. Úgyhogy jól gondoltam én ezt, és a színház az a mai napig is jön velem a színpadra. Az a nagy erősségem. Mert mint a koncertszínpadokra is. Igen, a lelkületemből, a lényemből jön a színház. És a színház maga? Tehát kijátszottad magadból, amit szerettél volna? Hát most meg az van, hogy én nagyon szívesen megyek játszani, hogyha van egy olyan szerep, amire szívesen vállalkozom. Hogy fölkérnek, és akkor... Mert valahogy vagy nem értem rá addig, vagy nem olyan volt, amit úgy gondoltam, hogy... De mondjuk egy társulatban nem lennél akkor szívesen tag, mert ott olyat is rádozhatnak, amit el kell játszani? De ez már a múlté, nem? Már ilyen társulatok hát nagyon ritka. Hát? Minden, nem tudom, hogy mondod. De szerintem, ez nem is opció a fejemben. Nem, mert szerintem abba bele kell nőni, tehát ott rögtön a főiskola után lett volna lehetőség egy ilyen társulatba belenőni, és akkor ott tényleg mindent, ilyen szép klasszikus, mint ahogy mi elképzeltük akkor a pályát. De hát most már ez teljesen megváltozott a világ, úgyhogy... És akkor, a főiskola után viszont akkor elvittek téged ezek az imént sorolt lehetőségek? Hát igen, mert nem is a lehetőségekkel voltam elfoglalva, úgy értem, hogy annyira a munkára koncentráltam, hogy mit csináljuk, hogy mit, hogy tudom megcsinálni legjobban, meg... De Taub János rendezte az Elveszett Paradicsomot, és a Horváth Ádám rendezte a Szomszédokat. És, tehát, hogy ezek ma már még jobban hiszem, hogy mennyire értékes volt, melyik a maga módján. De hát a Taub János Erdélyből jött, tehát egy egész másképp gondolkodó, olyan rendező, egy bölcs pali, aki rám nézett, és azt mondta, hogy na, Andrea, akkor ezt... Tehát, hogy ittam a szavait. Tehát, hogy... És mindig attól voltam idegbeteg, hogy nem fogom tudni megcsinálni, amit kér. Értem, amit kér, de nem merem megcsinálni, hogy nem tudom. De amúgy is, hogy ilyen izgulós vagy, nem? Most már annyira nem. De hogy ameddig a bizonytalanságot azt nehezen viselem, hát meg kijöjjön neki. Hát de hogy akkor még... Pontosan az említett dolgok miatt eszközök nem voltak úgy a kezemben. De most azt mondják, hogy mondjak el egy monológot, akkor így... Azért ott egy kicsit remeg, mondom, de igen. Igen, de hogyha azt mondom, hogy énekeld el, hogy boldog karácsonyt, hát akkor... semmi gond. Na, az annyi. Egyébként a Kulkával... Ugye? Hát szervusz karácsony. Igen. Hát, hogy ezt nem lehet megunni, pedig nem tudom hány éves az. Igen, és egy kicsi szobába vettük föl. Igen? Igen. És egy ilyen kanapénak a hátoldalán ültünk. Egy megfordított kanapén. Ja, hát az örök zöld. Jó, igen, eleve is egy Lennon szerzemény, persze, de... Ugye, de szép volt a mi verzió. Nagyon. Igen. Meg pont most, mielőtt kezdtünk itt, az operatőr kollégánk fölemlegette például az Ébredés című lemezt, ami már egy ilyen pop lemez volt végül is, nem? Igen. Vagy szóval, hogy igen. A színház után lehet pop, csak színház előtt nem kell. Igen, az így igen. van? A Lech István írta nekem közvetlenül azután, hogy a Charlie-nak írta azt a nagyon híres lemezt, és
én akkor még, tehát a musical, meg a pop, és pláne a jazz, ez három különböző bolygó. Hát most már milyen főleg a jazz irányában igen, mozogsz. Meg az R&B, ezt uh-huh. teljes másképp kell énekelni, teljesen másképp kell gondolni. Tehát, hogy nem lehet úgy énekelni musicalesen pop zenét. Tehát, hogy nem, és nem is szabad ugrálni a műfajokban össze-vissza. Úgy, hogy de te azért ugráltál mégis. Hát, tehát, hogy azért körülnéztem, és tehát gyakoroltam azért, meghallgattam, uh-huh. hogy éneklik azt, és akkor most tanítok, képzeld el. Na. Ezt nem ír, mert hogy én nem rakok ki sok mindent a Facebookra, de meg általában ezekre a dolgokra, de hogy ezt nem tudhattad, csak azért mondom zárójelben. Hogy most aztán van időm el is, vagy van lehetőségem el is mondani ezt a de sok tapasztalatot. De magántanítványokat fogadsz, vagy milyen keretek között tanítasz? Nem, a Broadway Musical iskolában. Aha. És ott van egy osztályod? Vagy ez hogy van? Igen, 12 gyerek azt mondom. Azért az sok. És hány évesek? Mint a gyerekeim, a saját gyerekeim, 21-20 évesek, aha. fiatal. De akkor 10-20. A hangot simán megtalálod velük, nem? Persze, azon vihogtam, hogy hát hogy ne találnám meg a hangot. Hát nem muszáj. Igen. Nem, hát hogy tudom, hogy mi van a fejében, aha. hogy látom az agyán, hogy most és úgy tanítasz, mint az anyukád? Hát nem tudom. A vehemensen ő is egy nagyon szenvedélyes alkat, de ő egy királynő, tehát hogy ő egy dáma, de hát, hogy ő bizonyos dolgokat nem, én viszont én simán levágom magam a földre, meg így rángatom őket, meg, de vihognak, tehát hogy nagyon jó dolog tanítani. Mindig kérek hozzá áldást az Istentől, hogy ezért, hogy ne csak a hülyeséget mondjam. De mert egyébként most, hogy készültem, néztem veled több interjút, meg olvastam is, és azt mondtad az édesanyádról, Toldi Máriáról, hogy szerinted ő a legjobb pedagógus. Nagyon jó. Az egyik legjobb, vagy a legjobb pedagógusnak igen. nevezted. Ami persze nyilván egy szempontból lehet elfogult vélemény is, hiszen az édesanyádról van szó, de hát azért te szakmailag is meg tudod ítélni. Miben rejlik az ő nagysága szerinted? Állati kreatív. A gyerekkora óta állatira analizáló, és nagyon, nagyon sok helyen tudja a problémát megfogni. És főleg, hogy az ahhoz is nagyon ért, hogy kinek mit kell adni, hogy lehet valakin segíteni, mert látsz egy problémát, és akkor megpróbálod kihozni abból, de hogy? Nem lehet letámadni. Tehát, hogy egy csomó minden van, ami eleve nem jön szóba, és ő mégis ott aztán tényleg nagyon kreatívnak kell lenni, és vele, benne nagyon nagy szeretet van, nagyon nagy tudás, nagyon nagy emberismeret. Ő a családi Rinya bizottság elnöke. Az mi az? A családi Rinya bizottság. Hogy mindenki... van nekem egy kislányom, igen. aki nagyon hasonlít az anyukámra, és ez egy büntetés tulajdonképpen. És amikor, hogy ott volt, hát hogy így a élete első felében, ugye, tehát addig nagy rinyálások voltak, hogy... és... ő hozzá küldtem a nagymamához, és a nagymama teljesen meg tudta vele, abszolút lerendezte vele, egy pikpak kész. Hány éves most a Lencsi? A Lencsi? 12. 12. Én 2 éves korában láttam kb. Utoljára, vagy 3, hát gyönyörű kislány volt, megmondom, most is az. Hát most aztán tényleg hosszú haj, tehát hogy na, jó sikerült. De azért magadat is látod benne. Ma látom. Hát egy ilyen bohóc családban, mert az ő apukája is teljes karmester, zeneszerző, és az osztrák család is mindegyik a színpadon áll, és mindegyik ezzel fogad. Hogy itt ez a gyerek, amit hát olyan humora van, hogy én egyszerűen összeesek. Egy semmi kedvel, semmi, ez is bemond valamit, és hát ezt nem hiszem el. Szóval, hogy egy napsugár. És a fiúk? A fiúk, a nagyfiam 28 éves, ő megnősült. Oh. Bizony. Hát akkor nagymama leszel már nem sokára. Hát remélem. Nagyon, nagyon nem várom. Nem fura? Nem. Vele gondolni? Már régen várom. Aha. Elvette a One and Only-t, nagyon, mint egy kisebbik fiam is el fogja venni. Tehát, hogy ilyen nagyon ilyen erős szívű, békés, nagy tudású kölkök lettek, és így néz, és ilyen viccesek, ez is ilyen vihogós, mind a kettő kint élnek Bécsben. Ők akkor ott maradtak. És rengeteget dolgoznak, mint az egész család, mindenki reggeltől estig húzza, és a kisebbik még most végzi majd el a bécsi unit, a gazdaság, mit nem közgazda, hanem népgazdaság, nem tudom, hanem Magyarországon ilyen. Azt nem tudom, népgazdaság.
Fox Pitch. Szóval ilyen gazdasági vonalon. Igen. Aha. Megdolgozik a bankban is, tehát hogy hát ez meg valószínűleg az édesapja irányából jöhet, vagy jöhetett. Bécsre visszatérve, mert ugye, ahogy mondtam, egyszer voltam is ott, meglátogattalak, amikor még ott éltél. Te nagyon sokat húztál ott le, hogy így mondjam. Uh-huh. Már hogy érted a lehúzást? Hát, hogy sokat éltél ott. Jó volt ott élni, én szerettem. Onnantól kezdve, hogy megtanultam németül, mert hogy addig csak figyeltem az embereket. Egyébként, hogyha nem tudod a nyelvet, sokkal jobban látod, hogy ki kicsoda egyébként. Uh-huh. Nagyon érdekes. De amikor már megtanultam a nyelvet, is tudtam kommunikálni, felnőtt létemre két gyerekkel, akkor már sokkal lazább, tehát hogy el tudtam mondani a gondolataimat, és ez nagyon fontos azért, hogy felnőtt emberként. Hát ez nem árt, igen. és kedves és befogadó embereknek ismertem meg az osztrákokat, és a kollégákat is nagyon vicceseknek. Tehát, hogy a hozzánk hasonló lelkületű ilyen szomorkás, tehát, hogy ilyen borongósak ők is, azonnal sírnak, vagy meghatódnak, vagy a közönséget is nagyon szerettem, mert állati művelt közönség volt, tehát, hogy, hogy nem volt ez az előítélet, hogy na te ki vagy, hanem, hogy ha jó csinálta, van, akkor befogadta. Akkor nagyon. Uh-huh. Hát figyelj, Bécs azért éveken keresztül szerintem a világ legélhetőbb városának volt megszavazva. És így van, pont ott éltem akkor, mikor... Amikor a világ legélhetőbb városa Igen. volt. És aztán nyilván magánéleti változások is közrejátszottak, ugye elváltál, meg gondolom más is, de 4 évvel ezelőtt visszaköltöztél, hazaköltöztél. Igen. Magyarországra, Budapestre. A világ legélhetőbb városából visszaköltözni Budapestre? A hazámba. De azért van különbség a két város között, nem? Az a város, amit én itt hagytam, az kicsit sokkal lepusztultabb volt. És az összes hivatal, meg minden egyszerűen sokkal lepusztultabb volt. Ez, amivel visszajöttem, ez sokkal gyorsabb, nagyon jól néz ki, állatira jól ez néz igaz. Ki. És nagyon sok érdekes hely van, összehasonlítva Bécshez és nagyon sok érdekes olyan hely van, ahol a fiataloknak, tehát hogy így ilyen, nem is tudom, hogy tudjam, hogy ilyen sirály, ilyen nem ilyen, vagy milyen, mit mondanak, ilyen állat, nagyon állat. Jó hely, állat. Ha vannak állat jó helyek, persze, igen. Na, jó. Hogy, és akkor... És a sokat szidott magyar mentalitás, az nem csapott romlott sajnos, igen, romlott. De én magamban is érzem, nyilván kint is éreztem, és folyton szembesültem azzal, hogy utálod, imádom, tehát miért kell, és akkor azt mondja, hogy de miért mondod azt, hogy utálod, nem mondd azt, hogy utálod, hanem csak, hogy nem szeretem, uh-huh. vagy nem kedvelem, mikor mondjuk mi ezt soha? Hát nem? Ritkán. Pedig vannak azért fokozatok, vagy kellene, hogy legyenek fokozatok, nem? Tehát, hogy egy macskára nem mondom azt, hogy imádom. Mondom hát, azt, mert édes, de nagyon mondom. Szeretem. Jó, csak hogy, jó, hogy elvileg értem, nem igen. kellene, mert elvileg... Igen, hogy ne koptasd el ezeket a jelzőket, szavakat. Akkor már mindjárt ott vagyunk anyánknál az első kis konfliktusban, amikor valaki Aha. valakit nem enged át az utcán. És akkor amiket, igen, tehát hogy... Hát arra kellett vigyázni, és a mai napig is arra kell vigyáznom, hogy ne ragadjon ez rám, vagy ne jöjjön megint elő belőlem, hogy hát persze, mert nem tudom mi, persze, mert mindenki hibás, csak én nem. Uh-huh. Tehát az én életemért általában én vagyok a felelős is. Ha... De miért te hajlamos voltál erre? Nem, ha hazajöttem, és ez rám ragad. Ja, értem. Mert kint meg a világ béke van, a peace, vagyis uh-huh. hogy volt akkor, most nem tudom már uh-huh. mi van, de hogy... Persze, nem baj, ő is, igen, hát ő igen, hát nem, de, hát ne, hogy ez mindig ez a és ez meg olyan, de mondjuk egy magyar az mindig keres az ütközős pontot, de ott engem meg pont azért csíptek, mert temperamentumos vagyok, és akkor úgy megnyugodtam, hogy de jó, akkor uh-huh. temperament, akkor ez is, tehát hogy legitim, tehát hogy ami én vagyok, az is lehet, de jó. Mielőtt közbevágtam azelőtt, viszont azt mondtad ilyen nagy szívvel, hogy hazatértem, hazajöttem, ja. hazaértem. Tényleg egy ilyen érzés volt? Sokat jártál haza, Igen. tehát hogy kb. Hát nem két laki életet éltél, de hát sokat jöttél, mentél Bécs és Budapest között, vagy Magyarország Igen. között, de mégis, amikor meghoztad a döntést, és hazaköltöztél, akkor hazaértél. Haza. Arra gondoltam, hogy nem fogok elhalálozni útközben, tehát, hogy most már olyan, hogy így eszembe jutott többször is,
hogy ezért csak kihívom a sorsot magam ellen rendesen. Meg hát sok oka volt annak, hogy így döntöttem, de tudod, a jó döntéseket, a jó döntés mindignek jó gyümölcsei vannak, a rossz döntésnek meg rossz gyümölcsei vannak. Uh-huh. És ennek meg, ahogy megérkeztem a házba, rögtön, Andikám, hát csak nem ide költözik a házba, hát gyere már, Évi, gyere már, csak ez. És így fogadták. És azóta is és sütik, meg minden, tehát hogy ő teljesen egy olyan helyre költöz, olyan házba, Újlipótvárosban, hogy egyszerűen oda akartam, egyszerűen szerettem volna. Pedig ugye Budán... Nem szerettem ott lakni, mert ez nagyon el van zárva. Én Pesten születtem, és én pesti, ugye, pesti lány. Igen, arra van a lemezem. Igen. Amit szintén a Dusan egyébként teszem zárójelbe, azért írt, mert kérdezte, hogy Andrea, akkor miről szóljon ez a dal? És ugyanígy beszéltem össze-vissza mindenről, és azt mondta, hogy jó, hát akkor legyen ez a... Akár Budán egy pesti lány, ez a refrénje. Jaj, de jó. Jaj, azt akartam kérdezni, hogy karácsonykor nálatok egyfolytában szól a zene? Vagy ez egy ilyen túlzás, ezt képzelni egy ilyen zenész családról? Most már annyi művész van és annyi muzsikus, hogy ezt be kell szervezni, és akkor a papa szokott írni ilyen különböző kis darabokat, mert ugye a kisebbik film trombitára, nagy az dobol, de nem ebből élnek. Uh-huh. A nagyobbik az már tanít az egyetemen, és, de nem dobot, hanem mit is? Valamilyen? Hát ő hajómérnök, de... Hajómérnök. Igen, hajómérnök lett. Egy szót se értek abban, egy betűt se, semmi, de annyira nagyra becsület, tényleg. Na szóval, hogy... és akkor kisasszony az hegedül, akkor apukám zongor, öcsém zongorazik, én akkor énekel. Így van, tehát ez össze kell, tehát nem azt, hogy mindenki játszik, amit akar. Úgyhogy szoktuk összehangolni, de nem is erőltetjük. Tehát, hogyha ha nem akarunk, mert sokszor volt az, hogy így egymásra néztünk, és inkább beszélgetünk, vagy inkább csak úgy ülünk, meg így nézegetjük egymást, mert ritkán van együtt az egész család. De volt, hogy így spontán óriási nagy koncerteket adtunk. És mielőtt kezdtünk itt beszélgetni, azelőtt egy pár szóval már ugye dumáltunk, és akkor így jelezted, hogy így karácsony alkalmából vajon hogyan írt körül azt, hogy egyébként azért olyan nagyon nem vagy elégedett azzal, ami a világban van, meg afelé haladunk. Hát figyelj, igen. Karácsony ide vagy oda, ez van, tehát szerintem erről fontos és érdemes beszélgetni. Mi az, ami foglalkoztat ezzel kapcsolatban? Hát... az van, hogy én nem is tudtam sohasem elképzelni a világot Isten nélkül, és nem is tudom úgy elképzelni az életet se, hogy én most csak így élek, és akkor veszek ezt, azt, akkor elérek ezt, azt, és aztán utána lehúzzák a redőnyt, és ennyi. Hogy ennek így akkor mi értelme van. És ez sosem, tehát hogy nem is tudom elképzelni azt az állapotot, hogy én ezt, hogy én így tudnék élni, és nagyon sok ember él most így. Meg nagy, hát a reménységed, ha nincs meg a reménységed abban, hogy van tovább, akkor az szerintem nekem az pokoli lenne, és én nekem van reménységem, hogy az én lelkem az nem hal meg, egyik lelkkel se hal meg. És igenis hiszek, és olvasom a Bibliát, és a kislányom is ugyanúgy, tehát hogy énekeljük ezeket a gyönyörű, szép, dicsérő dalokat, és felforosodik tőle a valami nagyon tiszta, valami nagyon szép hatása van az emberek, olyan szép kommenteket írnak, mert arról is beszéltünk, hogy, hogy van ez is, az is, de engem valahogy... nem talált meg semmilyen ilyen nagyon kemény kritika, viszont amióta a gospeleket éneklem, amit a Jager Bandi ír, vagy írt már 20 évvel ezelőtt, és azt így, és akkor egy tízet már írtam én is, tehát hogy azóta ez mint egy ilyen saját magamra ható dolog, hogy az életem, mert megváltoztatta. De ez néhány éve van így, nem? Igen. Tehát, hogy ez nem olyan régi történet. Nem, nagyon sokat rohantam, futottam, mint a mérgezett nyúl, de
nem mindegy, hogy milyen céllal futkos az ember egyébként. Szóval, hogy én csak azt tudom mondani mindenkinek, hogy keresse az Istent. Látod, milyen a világunk, hogy mi jut rögtön eszembe. Hogy amikor ilyen témával az Isten hittel kapcsolatban előállnak és kiállnak ismert emberek, énekesnők adott esetben, most éppen Tóth Gabira gondolok, akkor egyébként mit kapnak és mit húz magára? Nem tartasz ettől? Hogy másképp fognak megítélni, hogyha erről beszélsz? Nem tudom. A Gabi kétszer párszor láttam, és én nagyon szurkolok neki abszolút, hogy csinálja jól, mert ezt el lehet szúrni, pikpak, nagyon el lehet szúrni ezt az egész kommunikációt erről is lehet. Mondjuk ő őszintén belemegy. Igen, eléggé. Ja. És szerintem ez az út egyébként. Tehát, hogy az, hogy nem vagyunk tökéletesek, sőt, nem is leszünk tökéletesek itt a Földön. Hogy ezt, hogy itt hiába bízik az ember, és építi az ember az életét egy másik emberre, az úgy mindig, valahol mindig van benne kompromisszum, sőt, sok kompromisszum van benne. Tehát, hogyha én most egy sztárban hiszek, hogy ez most tuti, ez most izé, az is egy ember, és az is csetlik, botlik. Tehát, hogy mint ahogy én is ugyanúgy, hogy ez egy komoly, ez a legkomolyabb téma. Igen. És hogyha, és szerintem, ha az ember megtért, akkor meg kell változnia az életének is. Akkor kell egy olyan az életének egy, hogy mondjam, bizonyos dolgokat, bizonyos ablakokat be kell csukni, és kész. Mit ezek? Hát én például nagyon szívesen káromkodtam, baromi rondán beszéltem. Én nagyon szeretek amúgy káromkodni. Én is nagyon szerettem rondán beszélni, de nem fér össze, mert nem fér össze. Uh-huh. És ez nem azt jelenti, hogy ember szent fazék lesz, vagy hogy izé, nem mert látod, hogy nem ki néha. Nem lettem elmebeteg. Meg hogy nem... Szóval, hogy egyszerűen csak egy... Nem tudom, nem köpök szembe. Tehát nem, hogy hálás vagyok azért, amit kaptam, és hálás vagyok az életemért, és ez egy állandó állapot kell, hogy legyen. Hálás vagyok a tehetségemért, a családomért, az egész. Tehát, hogy és nem megyek bele értelmetlen hülye vitákba, hanem befogom a számot, megpróbálok önuralmat gyakorolni, nem hallgatok más se, megpróbálok másnak szitkozódását se hallgatni, mert annak semmiért, sehova se nem visz. Én szóval nem akarok itt okoskodni túl sokat, de hogy ehhez az egészhez, ha én kiírom magamra, hogy én ez vagyok, akkor annak a magánéletemben is helye, hát nem úgy helye, onnan jön. És akkor viszont énekelek, tehát meg kell énekelni, mert hát ha az éneklést adta nekem az Isten, akkor én, és én boldogan énekelek, én annyira örülök, én egyre jobban örülök, ha énekelhetek. Mert egyre jobban tudok énekelni, mert ez is összefügg, hogy azt mondja, hogy igen, na, lám, tessék. Tényleg akkor, úgy érzed, hogy hát 100%-ig. Jó, hát. De már sokkal régebben éreztem azt, hogy de ez nem. Akkor nem egy ilyen technikai dolog, hanem nem. Ez belülről fakadó. Tehát nyilván a technikát már tudod, hogy hogyan kell. Ez olyan, hogy odadom, tessék. Aha. Én dolgozom, én megcsinálom, amit tudok, és tessék. Neked. És akkor... De jó. Nagyon állati, nagyon-nagyon szép, vagyis nem is szép, ez a szó, az kevés, mert az egész olyan, hogy tudnánk mi ezzel az agyunkkal fölfogni, hogy mi az, hogy teremtés. Hogy tudnánk fölfogni? Ezt nem kézzel így, nem emberi kézzel csinálták. Ezt nem tudja az emberi agy felfogni. Ez egy másik szint. Csak a szelleme tudja felfogni. Szóval az engem nagyon érdekel. Nagyon érdekel, és állatira áthatja az életemet, és nevel. Mint egy jó papa. Nevel. És így, hogy megerősödött az Isten hited, vagy nem tudom, hogy mondjam. Hát mondd, ahogy így érzed. Hát így érzem, igen. Így például mondjuk a karácsony ünnepe is mást jelent számodra?
Hát igen, most ez, mert most, ez, most eltávolodom, akkor most nem olyat mondok, amit szeretné hallani, mert a karácsony... Nincs olyan, amilyet... Ki tudja, hogy mikor született a Jézus. Hát, nem karácsonykor született, szerint azt mondják a nagyon okosak, akik ezt tanítják, hogy valószínűleg nem karácsonykor született. Tehát az egész, az egy tradíció, egy nagyon szép tradíció, és inkább a családok összetartozására szól, ami szintén nagyon-nagyon, hát legfontosabb, az a legkisebb egység a család. És azok az emberek, akik egymást szeretik. És hogy ezt, hogy ebbe kell kapaszkodnunk, mert mibe tudunk, nem? Uh-huh. Mibe tudunk kapaszkodni? Hát igen, erre is kíváncsi voltam, hogy mondjuk hogyan éled meg a jelenleg a világban zajló, nem túl szép fejleményeket, változásokat, amifelé haladunk, akár Európában, akár az egész világot tekintve. Ez az időszak, ami mögött, talán reméljük mögöttünk van már a covidos időszak, aztán a háború, az, annak az összes gazdasági hatása, a globális felmelegedés, a minden, szóval, hogyha igazából belegondolunk, akkor borzalmasan kéne szoronganunk minden egyes másodpercben, hogy mi lesz majd, ha nem is velünk, de mondjuk a gyerekeinkkel. Igen, hát... Erre nem tudom, hogy mondani. Hogyan védekezel? Inkább nem gondolsz bele? Hát, ha belegondolok is, mi fog történni? Csak az, hogy elkezdek én is szorongani, mint nagyon sokan. Nem? Hát az egész világ most, nem is, mondom, ezt visszatérek oda, hogy nem is tudom elképzelni ezt az Isten nélkül. Az Isten ezt megírta egyébként, benne van a Bibliában, hogy mi lesz. Én azért nagyon hiszek abban, hogy sokan azért erre a hitre jutnak, és egymásba bele tudnak itt kapaszkodni, ameddig nem késő. És azért a pandémia is erre, azért sok embert egymás felé fordított, hogy be voltunk zárva, és borzasztó volt, de nekem nem is volt olyan rossz, mert én például, jó, tehát hogy én szerettem egy kicsit nyugiban, tehát lenni, hogy igen, hogy az ember ebben a zsibongásban, meg ebben a rettenetes sok információ, hogy ezt kell, ne hármat vegyél, hanem nyolcat vegyél, meg itt olyat, hogy ilyen, ebben soha nincsen csönd, és soha nem hallja azt a hangot, amit hallani kellene már régen. Kicsit akkor legyünk csöndben. Igen. Néha. Ja, hát de nem, úgy értem, hogy nem most. Most hanem, nem úgy, olyan élethűen mondta, egy kicsit jó. Nem, csak mert beleélem magam nagyon, amit mond, igen, és meg átgondolom, igen. és igen. Egyébként igazad van. Na, de amikor most összetalálkoztunk kb. 10 év után, vagy 9 év után újra, akkor ugye ösztönösen, hogy vagy? Igen. És egyébként erre te olyan boldogan mondtad, hogy jól vagy, jó. Hogy én teljesen elhittem. Na. Mert akkor jól vagy. Jól vagyok én. Amit én megtehetek, azt megteszem én. Mindig újra és újra. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál. És egyébként karácsony van, ezért én hoztam egy kis ajándékot a közös múltunkra való tekintettel. Egy Záher tortát, nem Bécsből, de Záher. Záher tortát. Vagy úgy kell mondani, Záher. Vagy hogy kell mondani? Nem vagyok Záher. Jó német. Négy évig tanultam németül, egy szót nem tudok. Boldog karácsony. Nem Bécsből, hát ez hát úgy nem néz ki, Bécsből, mint a... Hát te tűnél. Az Alléból. Alléban van Záher tortát. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál karácsonykor. Én köszönöm. Na hát. Köszönöm szépen. Jó étvágy, van doboza is, csak azt akartam úgy behozni. Jó van, elmegy hazáig. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.